Két évre elosztva bemutatni Bartók összes zongorára és zenekarra írott művét? Igen, lehetséges, mert hogy a tavalyi év során a Bartók Tavasz szervezői, megálmodói útjára indították azt a koncertsorozatot, amelynek a két záró koncertje idén április 1-ére és 5-ére fog esni. Ezúttal is a helyszín a Zeneakadémia nagyterme, Várjon Déne zongoraművész, valamint a Koncerto Budapest előadásában hallhatjuk a műveket Keller András vezényletével. A két művésszel beszélgettünk barátságról, Bartók példaképeiről, és azokról a művekről is, amelyek a bartóki repertoáron kívül el fognak hangozni. Ez itt a Fesztivál Extra, én Delov Jávor vagyok, tartsatok velünk! Nagyon szépen köszönjük, hogy így a próbátok után egyből időt szántok ránk. Talán nem baj, hogyha a nézők kedvére egy picike kulisszatitkot elárulok. Minden egyes ilyen beszélgetés előtt kapok egy felkészítő e-mailt, hogy egy kicsit jobban képbe legyek. És a mostani e-mailnek az alján volt egy olyan sor, hogy mindenki tudja, hogy 1000 éves barátság köti össze őket, imádnak együtt zenélni. Hogyha ezt mindenki tudja, akkor már nekem csak egy kérdésem maradt, hogy miért imádtok együtt zenélni? Mert jó. Mit mondja? Hát egyszerűen, mert szeretünk együtt játszani, és amikor elkezdtünk együtt játszani, egy pillanat alatt kialakult köztünk egy olyan művészi együttérzés, gondolkodás, amitől egyszerűen csak természetessé vált ez a kapcsolat, és annál nincs jobb, mint amikor egy zenész a társával boldogan és örömmel tud együtt úgy muzsikálni, hogy egymást tudják inspirálni, miközben két teljesen különböző egyéniségről van szó. Dénás? Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez a kulcs, hogy nagyon hasonlóan gondolkozunk, nagyon hasonlóan érzünk, nagyon hasonlóan reagálunk, és közben teljesen mások vagyunk alkatilag tulajdonképpen, és ez valahogy úgy megsokszorozza egymást. Tehát szerintem nagyon inspirálólag hatunk így egymásra, és valahogy úgy kijön valami olyan, és valahogy van egy olyan, az is biztos, hogy nagyon jó barátok vagyunk, az is hozzátesz, meg az, hogy nagyon sokféle dolgot csinálunk együtt. Tehát a szonátáktól, a kvintettekig trióztunk, versenyművet, mindenféléket, tehát nagyon sokféle összeállítás vagy szerepben tudtunk együtt játszani. Itt most különleges szereposztás lesz, mert hogyha jól tudom, akkor te a bartóki műveket már koncertmesterként annó előadtad, sőt, még lemezre is játszottad őket, azonban dirigensként most fogod először ezt prezentálni a közönségnek. Adja magát a kérdés, hogy mi az, amit a régi jó emlékekből át lehet menteni a dirigensi felfogásban, és mi az, amiben biztos, hogy másképp fogod megközelíteni ezeket a bartóki műveket, ha egyáltalán meg lehet másképp. Érdekes így gondolni a kérdésre, mert valóban nagyon erősek ezek az emlékek, kifejezetten a nagyon ritkán játszott korai Bartók darabok, az Opusz 1-es Rapszódia és a Scherzo, az Opusz 2, amit most gyakoroltunk. Az nekem 1984 vagy 5-ben volt ez a bizonyos felvétel a fesztivál zenekarral, ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Például akkor találkozhattam először Bartóknak erről, ez a romantikus ifjanti lelk, ületével, és iszonyúan megragadott, és ez most is ugyanúgy fogadjuk, vagy ugyanúgy vagyunk benne. Az egy csodálatos előadás volt, és úgy érzem, hogy most szinte annak egy reinkarnációját próbáljuk megteremteni, mert Dénesnek ő is ismeri ezt a felvételt, és úgy tudom, hogy nagyon tetszik neki. És most az, hogy most én akkor koncertmester voltam, most pedig karmester, lényegileg még nem annyira különbözik, mert ugyanúgy muzsikusként éljük át a darabokat, és próbáljuk újra alakítani őket. Az, hogy mi lesz a különbség, azt nem tudom. De hogy egyelőre a munkánk örömmel tölt el, és nagyon boldogok vagyunk benne, az nagyon jó érzés. Dénes, a te esetedben meg azt mondhatjuk el, hogy most fogod életedben először pódiumon előadni ezen bartóki műveket, és hogy látod, hogy talán így most utólag hosszú-hosszú év elteltével, meg annyi egyéb bartóki mű eljátszása után, ezeknek a műveknek a tapasztalatával szerencsésebb előadni ezeket a korai műveket,
kapóra jönnek, vagy kapóra jönnek, szerintem valószínűleg biztos, mert egy kicsikét másképp látod így már át az egész pályáját Bartóknak. Egyébként tényleg ez egy érdekes dolog, mert ha megnézem, mondjuk ugye 5 mű van zongorára és zenekarra, ugye a 3 zongoraverseny, meg ez a 2 korai darab, és én legelőször a legutolsó, a 3. zongoraversenyt játszottam, és úgy haladtam visszafelé, és hozzáteszem, hogy az elmúlt években engem nagyon-nagyon érdekel a korai Bartók. Tehát az útkeresése, ez a világ, ez teljesen lenyűgöz a kvintettet, és például a kvintettet nagyon sok kollégám ki nem állhatja, én rajongok érte, András is szerencsére, hogy sokszor játszottuk együtt, és ami nagyon hasonló nyelvezet. De a korai zongora műveket is, ahol valahol ez a posztromantikus topzódás, de egy olyan szintű őszinteséggel, és ugyanakkor egy teljes mértékig komolysággal. Tehát a csárdás részeket is a quintetben, az se egy hetz darab, vagy hogy mondjam, az szíve közepéből jön, és egy fantasztikus nyelvezet, és már teljesen sajátja szerintem. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény ezeket játszani. Én a Scherzót meg a Rapszódiát tényleg most tanultam, tehát most ez egy teljesen friss darabok nekem, de már nagyon régóta terveztem, úgyhogy nagyon örülök, hogy megtalált. És csak annyit még az András élményére visszatérve, hogy ugye én egy pár éve fiatalabb vagyok, és amikor ez az időszak volt, hogy az András, mint koncertmester a Fesztivál Zenekarnál játszották ezeket a darabokat, ugye Kocsi Zoltán, a Fischer Iván dirigált, és ez a Fesztivál Zenekar megalakulásának az első időszaka volt. Tehát ez egy, én akkor ugye még talán előkészítős diák voltam, vagy tehát mindesetre már sokat jártam, vagy te első és másodikos, és ez egy óriási élmény volt akkor. Tehát ez egy olyan forradalom volt, vagy én nem tudom. Tehát az, hogy ez megalakult, ez a zenekar, ezek a darabok elhangzottak, tehát és ki ismerte az Opus 2, tehát senki. És ugye ez egy ilyen színvonalon megszólalt, hogy ezekből CD készült. Tehát én nagyon tisztán emlékszem ezekre a koncertekre, és most nagy örömmel látom, a YouTube-on fönn is van az egyik, tehát vagy az embernek visszajönnek ezek az élmények. Ugye a Scherzo esetében elmondhatjuk, hogy nagyon erős a Richard Strauss-i hatás, a Rapszódi esetében egyértelmű a Liszti hatás, és ráadásul, ha jól tudom, akkor Bartók vállaltan Beethoven nagy tisztelője volt. Ezen az estén el fog hangozni Bachtól is, Beethoventől is egy-két mű. Bármiféle láthatatlan szállal kapcsolódnak ezek a művek a bartóki művekhez, vagy pusztán csak az oldás véget, tehát a bartóki fajsúlyosság oldása véget próbáltátok ezeket a műveket belecsempészni a műsorba? Bartók és Beethoven rendkívül erős kapcsolatban áll egymással. De azt gondolom, hogy Bachal is szintén. Például nem az első koncert, hanem az 5. koncerten, ahol az első zongoraverseny lesz, abban nagyon sok a barokk hatás a ritmikájában. Például, tehát ott kifejezetten, konkrétan is tapasztalhatjuk, hogy igenis Bartók egy 20. századi nyelvezeten azért a barokk tapasztalatokat is felhasználta. Ez a három zeneszerző, ugye három nagy B, magáért beszél, de a közhely helyett valóban azt gondolom, hogy nagyon erős, egymást erősítő dimenziók jöhetnek létre itt ezeken az estéken. Végezetül, de nem utolsó sorban, ugye közismert az anekdota Bartókkal kapcsolatban, hogy a Scherzo kapcsán, amikor elkezdett próbálni, akkor nagyon elégedetlen volt a zenekarral, és olyannyira elégedetlen volt, hogy végül úgy döntött, hogy ez a mű tulajdonképpen bemutatásra nem kerül, és a műbek fiókba került. Hogy látjátok, ilyen hosszú évtizedek elteltével milyen extra nyomás nehezedik a zenekarra, milyen olyan elvárást támaszt még Bartók 120 év távlatából is, amelyen meg kell birkózni a zenekarnak, vagy ez könnyen lepereg a zenekarról, és pusztán mindenki csak élvezi a műveket? Hát, szóval én szóltam a zenekaromnak fél éve ezelőtt, hogy majd jön ez a koncert, úgyhogy... Szóval előre stresszeltétek ők. A fesztivál zenekar, ezt tanultuk két hétig. Két hétig volt, nagyon intenzív próba periódus. Természetesen az egy nagyszerű zenekarokból álló együttes volt, még nem volt egy nagyon összeszokott csapat, de hát fantasztikus zenészek voltak. És hát
nagyon-nagyon nagy erőbedobás kellett egyáltalán darab lejátszásához. Most a Koncertó Budapestnek 3-4 nap áll rendelkezésre, miközben az elmúlt, tehát vasárnap még egy óriási ötvös Péter által dirigált Ives 4. szimfóniás produkció volt, előtte való héten Oksana Liniv, tehát én megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok a zenekarra, hogy ezt a, most úgy jött ki, hogy szünnap nélkül hatalmas műsorokat játszanak, de hát teher alatt nő a pálma. És én nem akarom elkiabálni, de úgy éreztem a mai próbán is, hogy nagyon jól haladunk, és hát hatalmas szívvel, lélekkel dolgoznak, és ez nagyon örömteli. Nem, nekem is egy nagy élmény volt, már nem csak a mai, már a tegnapi is, tehát az első próba, amin én megjelentem. Eleve nagyon szeretem, hogy nem csak egy próbára jövök, mert azért sokszor ez az általános gyakorlat, egy próba, fő próba, és itt mindig legalább most is 3 próba, fő próba van nekem is, úgyhogy ez nagyon jó, de én rögtön nagyon, hogy mondjam, el voltam ragadtatva attól, ahogy rögtön megszólalt. Tehát, hogy egy, és itt rengeteg szólista, sok szólista van a zenekarban is, hogy kell, hogy legyen, és nagyon hoznak mindent. Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye akkor, hogy azért annyi idő ugyanakkor meg eltelt, ugyanakkor nekünk annyi előnyünk talán van, hogy nekünk ez a nyelv már nem idegen. És tehát ha belegondolok abba, hogy például ott van a 2 zongorás ütőszóna, de egy nagyon igényes, nagyon nehéz darab, de hát ma rengetegen nagyszerűen játsszák ütősök, zongoristák, tehát ennek ez a standard repertoárnak egyik alapdarabja, és meghallhatjuk, hogy Bartóknak kik álltak rendelkezésére, azért az szomorú. Hát most nem a Pászoriditát, mert ő remekül megtanulta, de hát az ütősök a közelében nincsenek a darabnak. Tehát én azt csodálom, hogy azt nem fújta le, mert gyakorlatilag akárhogy próbálja, nem tudja megmenteni. Így is nekünk egy fantasztikus dokumentum, mert hihetetlen, egy gesztusából többet tanul az ember, mint egy csodálatos zongorista volt. De azért ez érdekes, hogy azóta azért az, hogy mi a Bartókon nőttünk föl, az egy nagyon nagy, az egy teljesen más dolog, mint amikor ez számunkra ez érthetetlen, hogy ez a zene miért volt érthetetlen annak idején. És most, hogy erről beszélsz, azért eszembe jutottak a tanáraink, eszembe jutott Kocsi Zoltán, Ránki Dezső, tehát a mi nagy elődeink, akik már nincs mindenki velünk, de azért a Bartók életműnek a recepció és annak az önálló élete és annak a folyamata azért ez egy csodálatos dolog, legalábbis az én életemben, hogy 40 éve vagyok a színpadon, és ezzel foglalkozhatom, és minden nap úgy kell kezdenem, mint egy kezdő kisgyerek, hogy egyáltalán alkalmas legyek ahhoz, hogy én ezzel foglalkozhassak. És egyébként még egy nevet hagy fűzek hozzá az András név sorához, így a nagy elődeink, ről, hogy Somfai Lászlónak hihetetlen sokat köszönhetünk. Tehát ő egy olyan fajta komplexitásában foglalkozott a Bartóki életművel, és olyan elképesztő elemzései vannak. És amellett, hogy a zenetörténész szemével látja, és az egész harmónia rendszerét, és az egész forma világát ezeknek a műveknek hihetetlenül tudja, annyira egy előadó művésznek a szemszögéből is nézi ezeket a darabokat, és annyira a Bartóki zongorázásnak az ismeretében figyeli a Bartóki előadó művészetet is, hogy egy egészen, én rengeteget tanultam tőle, és nagyon nagy örömmel vagyok, hogy mindkét koncerten itt lesz, úgyhogy ennek külön örülök. Erre a fantasztikus örömünnepre várunk mindenkit április 1-én és 5-én a Zeneakadémia nagytervében. A jegyek már elérhetőek a bartoktavasz.hu oldalán, és köszönjük szépen, hogy az ebéd szünetetekből ilyen sokat ránk is szántatok, és a nézőkre. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Mi is köszönjük szépen.